utas felé megy. Elmúlt a 8 év, már soha többé nem lehet. Az, amit akartunk, csak egy köté vált termet. Minden reakció csak egy problémát rejtett. Az, amit láttunk, csak egy rózsaszínű fény maradt. De amit kimondtunk, az a valódi tény. Sose lesz késő, hogy majd visszatérjünk még egyszer. Pár év múlva, hát újra itt lennék. Induljunk is már az út, itt van előttünk. Szomorú arca, még visszatekintünk. Sose lesz késő, hogy majd visszatérjünk még egyszer. Pár év múlva, hát újra itt lennénk. Ennyi jár még, hiába a 8 év. Az emlékezetünk a régi ajándék. Ennyi a 8 év, ezt el nem feledem, mert ez a 8 év még most is szeretem. Ballam már a vindiák tovább, tovább, Isten veletek cimborák. És szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével osztozik velünk ballagási és tanévzáró ünnepségünk meghitt és örömteli pillanataiban. A mellettem ülő fiatalok nagy-nagy izgalommal készültek erre a napra. Megkérjük Önöket, hogy aki fényképezni szeretne, most az ünnepi műsor megkezdése előtt legyen szíves megtenni. A mobiltelefonokat kapcsolják ki. Köszönöm szépen!
énekeljük el közösen a himnuszt. Szabó Lőrinc, vakáció előtt. Drága jó iskola, iskola udvara, iskola pad. Hurrá, ma sok gyerek öröme nagy. Kifelé rajzik a sisere had, csak azt fáj egy kicsit, hogy te most születig árva vagy. Volt lecke rengeteg, s játszottunk elegen, szurkoltunk is, lehet, de üssek ő. Ami rossz elszaladt, ami jó megmarad, tótágas gyerekek, 100 cigánykereket, ma az a fő, hogy itt van a nagy szünidő. Meg a bizonyítvány, hurrá, ha-hó, H.M. Reyes mond, a többi jó. Leckénk ezután, a nyár meg az erdő, a hegy meg a tó. Hurrá, a tanító néni bácsi puszilni való, hisz ő maga mondja, hogy áci, káci, akáci, nála is jött a vakáció. Varázslat történt, én az iskolától varázslatot vártam. Úgy képzeltem, hogy egy mesebeli várban varázslat tanít egy okos varázsló. Termete óriás, készen varázsló, szája varázslét mormogott nekünk, és egyszerűen mi is varázslók leszünk. Így is lett. Megtörtént a várvarát nagy varázslat. A betű, a számok barátokká váltak. Az okos varázsló, a tanítónéni segített hozzájuk kulcsokat találni. A varázslékre, ahogy megtanított könyvem sok mesél, azóta nem titok, de nem titok többé a talk szivárván, s a fák méltának őszön árván. És mégis csak varázslat marad az a régi, első, szép iskolanap. Szabó Lőrinc vakáció előtt című versét Karbély László, negyedik osztályos tanuló, Hajnal Anna, varázslat történt című költeményét Kis Patrik, első osztályos tanulók adták elő. Felkérem Lőr Lászlón intézményvezetőt,
tartsa meg ünnepi beszédét. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a szülőket, pedagógus társaimat és titeket, gyerekek. A 2016-2017-es tanévet lezáró ünnepségünkön. A szeptember 1-i csengetés óta 182 tanítási napot dolgoztunk végig, hogy eljöjjön a várva várt nyári szünidő. A tanév vége a számvetés ideje is, amikor végig gondoljuk azt, hogy milyen munkát végeztünk. Ez jellemző a pedagógusokra, és jó lenne, ha jellemző lenne rátok és kedves tanulóink, és a szülők sem hanyagolnák el ezt a számvetést, hogy mit tettek, értünk, értetek. Elmondhatom, hogy nagyon nehéz tanévet zárunk. Nagyon sok objektív körülmény, tőlünk független, negatív dolgok nehezítették az évet. Ez volt az 5. tanévem ebben az iskolában, de ennyi nehézséggel még az első évben sem kellett megküzdeni. Egész tanévben nem volt intézményvezető helyettes, de minden feladatot határidőre elvégeztünk. A segítőknek, a segítőimnek a támogatást köszönöm. Sok volt a táppénzes nap, a betegség, amit előre nem lehet kiszámítani, de megtörténik. A közeli hozzátartozók halál eseteinek magas száma mindenkit megviselt. Az óraadók hiánya, nem léte, vagy minket való elhagyása még több munkára sarkalt bennünket, de helytáltunk. A tanítás zökkenőmentes volt, összefogtunk, és mindent felvállaltunk. Jó lett volna, ha tanulóink is ugyanezt teszik, mert a hiányzások száma az egekbe rúgott. Azt tud megfelelni a követelményeknek, aki iskolába jár és tanul. Mi biztosítottuk a feltételeket, de ezt ki is kell használni. Ennyi hiányzás még nem volt igazolatlanul. Ebből a szempontból a szülők felelősségére is szeretném felhívni a figyelmet. Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás. A tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen, mondta Gorki, orosz író költő. Azonban ezt a tudást csak azt tudja megszerezni, aki iskolába jár, szorgalmasan tanul, elvégzi a feladatokat. A hiányzás, az ok nélkül való otthonmaradás ezt meggátolja. Annak is nehéz, aki minden nap itt van, mert a követelmény nem csökken, hanem nő. A ma felnőttjeinek, sőt, gyermekeinek is olyan feladatokat kell megoldani, ami emberformáló. A hiányzás az egekbe szökött néhány osztályban. Ha nem sikerült az évet teljesíteni, ennek köszönhető. A tankötelezettség 16 éves korig tart. Eddig mindenki köteles megfelelni az elvárt feladatoknak. Cél a 8 osztály elvégzése, lemorzsolódás nélkül. Azonban jó lenne szakma elvégzése is. Nem kell mindenkinek főiskolai és egyetem, de az alapvető dolgok az élethez és a boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. Ezt azonban csak később értjük meg, amikor lehet, hogy már késő. Összességében elmondhatom, hogy egy mozgalmas, nehézségekkel és programokkal teri, sokunk számára eredményes tanévet zárunk. Diákjaink térintésmentes szakkörökön vehettek részt, a foci, a tánc és a rajz területén. A focit a fiúk nagyon szeretik. A táncgála felemelő és gyönyörűséges volt.
A rajzterületén új módszert alkalmaztunk az első osztályos tanulóknál. A betűelemek rajzolását beépítettük az írás tanításba. Aki elakadt, azt korrepetáláson segítették, vagy fejlesztő foglalkozáson vehetett részt. A KIP programot átalakítva sajátos módon alkalmaztuk. Az informatika továbbfejlesztette a számítógép használatát. Nem maradt el a jól bevált filharmóniai három hangverseny. Ismét nagy siker volt. Sportversenyeket szerveztünk, főszereplői voltunk például a kihívás napjának, úszásoktatásban részesültek a 4. és 6. osztályos tanulók. Ünnepeink és a megemlékező műsoraink színvonala csillagos, példamutató. Sorolhatnám még tovább a programokat, de számunkra az oktatás és a nevelés a legfontosabb. Tanulóinknak a tanulás, az órákon való aktív részvétel és az eredményes tanészárás. Sajnos ez 126 tanulóból 23-nak nem sikerült. 4 javítóvizsgát tehetnek augusztusban. 11 tanulón olyan magas, 300 óra fölötti volt a hiányzása, hogy a nevelő testület döntése alapján osztályismétlésre utaltatott. Sajnálatos módon a 7. osztályosokra volt jellemző. A magántanulók teljesítménye szinte értékelhetetlen volt. Csökkent a kitűnő és a jeles tanulók száma is. A felső tagozatos diákoktól a következő tanévben jobb eredményeket várunk. A nyár hosszú lesz számotokra, de higgyétek el, hamar elröpül. Töltődjetek fel minden jóval. Szeptemberben várunk vissza mindenkit, egészségesen, megújulva, reményekkel telítve, és tanulásra, tudásra készen. Most azonban ezzel az idézettel kívánok mindenkinek kellemes nyári szünidőt. Június lett, és tanév vége. Szabadság, barátom, itt a nyár. A gondokkal, a leckével félre, örömünk kapuja tárva vár. Szeretném kiosztani a könyvjutalmakat. Legyetek büszkék, és fogadjátok sok szeretettel megérdemelt jutalmatokat. Felkérném Kecskemét Anikót, hogy segítsen nekem a könyvkiosztásnál. Lipkovics Linda, első osztályos. Könyvjutalomban és oklevélben részesül. Kis Patrik, első osztályos tanuló. Szintén oklevélben is könyvítem. Második osztály, Orosz Máté Ferenc. Kitűnő tanulmányi munkájáért. Russzó Márton Sebastian. Kitűnő tanulmányi munkájáért. Harmadik osztály, Karbé Viktória. Balogh Tiffany, szintén harmadikos, kitartó szolgálmáért. Gratulálok. Szántó Katrin, harmadik osztályos tanuló.
kiváló közösségi munkájáért. Negyedik osztály, Karbély László. Tanulmány eredményéért és mindenért. Olá Vanessa. Negyedik osztály tanuló. Jeles tanulmány eredményéért. Russzó Kármen Amanda, közösségi munkájáért. Molnár Evelin Viktória, 5. osztályos tanulónak, közösségi munkájáért, és a mi iskolánkban már azért is lehet könyvjutalmat kapni, mivel ő az egyetlen lány az iskolában, aki egyetlen egy órát sem hiányzott. Hatodik osztályból Kerekes Balázs, ő pedig az egyedüli fiú, aki egyetlen egy órán sem hiányzott az iskolában. Nyolcadik osztályos tanulók, Olán Ramóna, kiemelkedő közösségi munkájáért. Tóth Diana, kiemelkedő közösségi munkájáért. És Lánc Irén, kiemelkedő közösségi munkájáért. Köszönöm a segítséget. És most eljött a búcsú ideje is. Tisztelt ünneplő közönség! Kedves ballagó diákok! Ma nem csak a 2016-17-es tanévet zárjuk be, a búcsú napja is ma van. Elköszönünk a 8. osztályos tanulóktól. Kevesen vallagtok, 11-en, de minden jó azoknak jut, akik megszerzik a tudást. Remélem, ti megszereztétek és helytálltok majd azokban a középiskolákban, ahová felvettek benneteket, és végigcsináljátok azt, amit választottatok, mert kitartás nélkül nincs boldogulás. A tanítók és a tanárok csak az ajtót nyitották ki. Belépnetek, nektek kell. Emlékezzetek szívesen volt iskolátokra, ahol kisdiákból ifjú emberekké nőttetek fel. Emlékezzetek szeretettel osztályfőnökötökre, Szűcsi Zoldára, aki 4 éven keresztül óvott, védett, biztatott, gondoskodott rólatok. Ha kellett dicsért, ha kellett szidott, de mindig mellettetek állt és segített, ahogy csak tudott. Emlékezzetek tanítóitokra, tanáraitokra, akiknek szakmai tudása, emberi tartása és szeretettel segített benneteket. Emlékezzetek szeretettel egymásra, akikkel egy osztályba jártatok. Biztos évek múlva is eszetekbe fog jutni, milyen dolgokat csináltatok együtt, milyen csinytevéseitek voltak, mind nevettetek és mind szomorkodtatok.
bár ti inkább nevetni szerettek. Tisztelt szülők! Gyermekük a mai napon ünnepélyes keretek között elhagyja az általános iskola falait. Tovább lépnek, az életük egy szakasza lezárul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükségük szeretetre, segítésre, és ha kell, szigorra. Legyenek büszkék, és védelmezzék őket továbbra is. Kedves ballagó diákok! Ez az év vége a tietek, a legnagyobbaké, a ballagóké. Befejeztétek általános iskolai tanulmányaitokat, mondhatom azt, mindenki sikeresen. 8 éve várjátok ezt a napot, és mégis, amikor elérkezik, ellentmondásos. Emlékezzetek évek múlva is arra, milyen volt a Sajó Bábanyi Deák Ferenc általános iskola tanulójának lenni. Legyetek büszkék, hogy ebbe az iskolába járhattatok. Ne felejtjétek el, honnan indultatok, és az, hogy hová juttok majd az életben, csak rajtatok múlik. Őrizzetek meg bennünket jó emlékezetetekben, kívánjuk, hogy legyetek sikeresek, ne kallódjatok el, vigyázzatok magatokra. Búcsúzom tőletek, pedagógus társaim és diáktársaitok nevében is, Ady Endre szavaival, mely kedvenc idézetem. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Szerintem ez a legfontosabb. Búcsúzom, szervusztok! Thank you.
Az emberiség rokkant jótevőjár, aki szobrot kap egykor, mert tége sír a kórházakban felsikoltó ének, tört életünk reménye, orvos, hozsak léte. Szeretnéd, hogyha mérnök lennék, igazi hídépítő, ki sok-sok városi csodapalotákkal tornyokkal égesítve, mert füstölök a barlang lakó kajkaim az ének, biztos hajlékok alkotója, mérnök, óhazsanna néked. Szeretnéd, hogyha gazda lennél, kinevelt, túlkott ökrök, kombárjaid tele piros búzával, s nyarat vadászva töltök, mert éhes ajkakon kiált a rettenetes ének. Minden napi kenyer adom gazdánk, hozsanna néked. Szeretnék, hogyha költő lennél, mert mégis ez a legszebb. Szavában a csodás mindenség harmóniája reszke. Mert szépre somja lelkünkből egyre kiállt az ének, szépség királya, költő, hozsanna néked. De nem, nem, mégis más kívánok. Az élet szörnyelmekbe. Egyetlen vágyam ma a kézből tűzni minden fegyver. Mert öt világűzből kiáll, Sóvár bűsének, minden szín álma, béke, hozsanna néked. Nem feltaláló,
Hiába különzted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, légy egy kristálló piciért, és nagyon leszel a világ tetejére. Életed útján maga válaszol. Válaszál túl, percet elindulsz, nincs már viszont. Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig szeretni és remélni, úgy érdemes a Földön élni. A kék ég, a zöld fű, s nektek, ballagó diákoknak a búcsúzás ideje. Búcsúzás a 8 évig otthont adó iskolától, búcsúzás tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes, szép emlékeket. Gondtalan, vidám diákéveket töltöttünk együtt. Diákok maradtok az elkövetkezendő években is. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerre vegyétek az akadályokat. Ne feledjétek, mindig szívesen várunk vissza benneteket. Diáktársaim nevében Kassák Lajos szavaival köszönök el tőletek. Aki elment, az elment. De aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Kedves vendégeink, tanáraink, diáktársaink! Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Búcsúzunk! Nehéz szívvel és elszorult torokkal állok most itt azzal a feladattal, hogy társaim nevében elköszönjek ettől az iskolától. 8 évvel ezelőtt megszeppenve léptük át az iskola kapuját. Fogtuk meg a tanítónéni kezét, és kíváncsian vártuk első szavaikat. Tanítóink féltő szeretettel vezettek be bennünket az írás, olvasás, számolás rejtelemeibe. Nehéz, de izgalmas évek voltak ezek. Tanáraink nagy-nagy türelemmel és megértéssel fáradoztak azon, hogy ismereteink egyre gazdagabbá, sokoldalúbbá váljanak. Őrzünk kellemes, szép emlékeket, felejtetetlenül izgalmas órákat. Megköszönöm tanárainknak, szüleinknek a mindennapi törődésüket, a gondoskodást, a féltő nevelést. Iskolatársaim! Egy évvel ezelőtt nagyon távolinak tűnt ez a mai nap. Azt gondoltunk, soha nem leszünk túl a pályaválasztás nagy gondján, a felvételi izgalmain. Kívánjuk nektek, hogy érezzétek azt, amit mi most, hogy jó volt Sajóbábonyi diáknak lenni. A nyolcadikosok egy szál virággal köszönik meg szüleiknek, intézményvezetőjüknek, osztályfőnökeiknek és tanáraiknak mindennapi törődésüket, gondoskodásukat, feltő nevelésüket. Ezt a földet választottam, ezt a napot,
láttam, bölcsőm is volt, sírom is lett az élet, csak egy szép ígére. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj. Megállt, megégett, és fejbe vár. Néha szeret, és néha bánt. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudom. Viszontlátásra, mondom és megyek, robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami remeg, mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezet, amit elengedek. Viszontlátásra, mondom, mégis, mégis. Viszontlátásra, holnap, vagy ha nem holnap, hát holnap után, vagy ha nem akkor, hát majd azután. És ha aztán sem, talán egy év múlva, s ha még akkor sem, hát ezer év múlva. Viszontlátásra a földnek porában, viszontlátásra az égi sugárban, viszontlátásra a hold udvarán, vagy a tejút valamely csillagán. Vidám viszontlátásra, mégis, mégis. Felkérem Csehi Tamásnét, a szülői munkaközösség vezetőjét, köszönje meg a szülők munkáját. Szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak az egész éves segítségüket, munkájukat. Minden év végén a végzős diákok szüleit meg szeretnénk ajándékozni, és ehhez szeretném kérni először Lánci Sándornét, hogy fáradjon ki, és vegye át ezt a csekély ajándékot. Fel szeretném kérni Lakatos Nórát, hogy fáradjon ki, és vegye át az ajándékunkat. Köszönjük szépen. És szeretném felkérni Szántó Tamásnét, hogy fáradjon ki, és vegye át az ajándékunkat.
Köszönjük szépen. Köszönöm. Térdel a csend, az ima néma, még egy főhajtás, és nincs több közös téma. Még egy ölelés, még egy mosoly, pár szál virág, pár elkenődött könycsepp. Kiröppenünk, és üres lesz a fészek. Még egyszer végleg felzeng a búcsóének. Aztán a csend, a csend öleli át a falakat, de kérjük, Isten áldja az itt maradtakat. Egy szó, mielőtt menni kell még egy ölelés, ami végül.